Another visitor. Stay a while. Stay forever. Buenos dias, te nem Norvál 69 vagy, és éppen YouTube videót nézel, ez pedig a From the Depths Nether kampánya. Amint láttátok, múltkori rész végén, aki figyelmesebb, ott 0%-on már fönn volt ez a csekély kis 400 valahány ezer materiálba kerülő töpörtyű, három rétegű fémpáncéllal borított kis kocka, ami fel van szerelve a legújabb rendszerű ágyúkkal, 10-es motorerősítésű légcsavarok próbálják a levegőben tartani nagy kis testét, és emellett rengeteg hajtómű van rajta. Úgy érzem, hogy aki vele találkozik és ellenséges szándékot mutat föl, az, hogy úgy mondjam, rehabilitálva lesz. Természetesen még mindig a jó öreg kis mozgóbázist próbálom összehozni, amivel el lehet jutni az áhított keleti másik tartós resort zónába. Meglátjuk, hogy hogy működik, amint látjátok, sebességgel is rendelkezik ő. És annak ellenére, hogy itt a bal felső sarokban a billentyű magyarázatok csak a gyorsítás, lassítást mutatják, vagy látjátok, néha nagyobb lesz valamelyik gombna, akkor éppen azt nyomom, tehát tud emelkedni, süllyedni, fordulni, kézi irányítással is. Most pedig átrongyolok a szomszéd mezőbe, hogy minél több ellenséget csábítsak magamra. Elvileg a Kaller úgyis el tud intézni mindéket, odáig nem igazán tudnak föllönni szerencsére, bár néha-néha volt egy-egy sérülés. Nos, az egy nagy hajóval való támadásban az a jó, hogy egy hajót, hogyha nem viszel több egységet, biztosan befér ezt. Tehát őt nagyon-nagyon-nagyon kis és gyenge és aránytalanul nyomoronc egységek megtámadására is föl lehet használni. Hát amint látjátok, már is útjára küldte a 8-13-on halált. Nézzük az eredményt. Ott az a vörös wireframe téglatest, amit láttok, az a játéktérre még nem lerakott bábú. És a maximális blokk mennyiség csak ezt az egy... egyébként elég pofás csatahajót engedélyezte. Hoppa, mi történik itt közben a rakétákkal? Jön, na arcba talál? Igen. Nagyon-nagyon szépen arcba talál. Most van neki egy ilyen kis hátsó rekesze a farkas szemnézőnek. És ott, hogyha nem 100%-on van a health-e, akkor egy ilyen kis automata command block leszpannol két gumírozott gyógyító kockát. Valószínűleg az is megsérült most benne, azért látjátok azt a kis fekete betűs üzenetet, hogy a szerelések tartják életben. Ugye most a nagyhajó visszaszereli a gumikockát, a gumikocka meg a nagyhajót. Szóval eléggé tartós. Viszont, hogy lent középen nézem, a rendelkezésemre álló erőforrást úgy látom konvertálja, és ugye csak abból tudja magát javítani, úgyhogy az azért jó lenne, hogyha lenne. Aha, üzemanyagot termel, ott jobb oldalt látjátok a kis marmonkarnás csíknál, hogy az növekszik. És ugye üzemanyagból csinálja az áramot, a lőszer az pedig magától termelődik. Na most, amikor ilyen távolról bambulok az egységre, akkor az azt jelenti, hogy éppen kézzel kontrollálom, mert ennyire közel azért ő nem hivatott menni az ellenséghez. Aha, és úgy látom, hogy előről nem érzékeli a közeledő muníciót, mert előről betaláltak a rakéták, de amikor balról jöttek, akkor lelődözte szépen a védelmi lézerrel őket. Igen, és úgy látom, kapok találatokat. Itt van benne a gumikocka elvileg valahol. De most úgy látom, épp szerelődik, és egyre kevesebb a nyersanyag. Hát ez egy ütős, de eléggé nyersanyagigényes mozgóbázis. Amennyi hajtómű van rajta, most itt degradált módban nem látjátok, jobb felső sarok piros felirat. Ilyenkor leveszi az ilyen extrákat, mint a lövedékek, meg a rakéták, meg a hajtóművek csóhái, hogy jobban fusson a képeden. Igen, és célozza nagyon a tornyot, célozza, mutatja, hogy én ide fogok lőni.
Az ugye egy komponens, amit az ágyukra föl lehet rakni, és akkor ilyen kis csíkkal mutatja. Na, és itt látjátok a graviton ramos bázissal megáldott lövedékek hatását. A fejlett ágyuknál ugye hozzá lehet rakni egy olyan cuccost, hogy milyen alapú legyen a lövedék vízbe, jobban haladjon, gravitációs csapást vigyen, és így tovább. Na, ott van a gumikocka, ami gyógyít. És be lehet állítani, hogy a lövedéknél megjelenik két új csúszka, hogy a fizikai sebzésnek hány százalékát rakját gravitációs lökés hatásba, illetve hogy ez mennyire legyen perdítő érték, hogyha a szélét találod el a hajót. Ez nagyon jól le tudja szedni a repülőket az égből, és mivel ezen táposabb sorozatlövő ágyuk vannak, ott alul oldalt látjátok azt a kis pirosan zöldes cuccot egy pillanatra. Elég erős taszító hatást adnak ezek ki, és nagyjából az a végeredménye, hogy az egységeket, na most ott egy szép találat. De tetején található kivégző kremágyúból, hogyha már lelassult, eltalálja. Na és az ellenségeket szépen kilöködi egy olyan 2-3 ezer kilométeres range-re, amilyen messzeségből ő egyébként csatázni szeret ezzel a rengeteg hosszú távú fegyverrel, amit felszereltem rá. Úgyhogy a graviton ágyúk azok nekem nagy szívem csücskei. Megzavarja az ellenség mozgását a pördítő hatás miatt, megzavarja a célzási lehetőségét, és kitöltöm beszéddel azt a részt, amíg leszpannolja a pályára a következő bástyát. Ez a Pedagon prototype, ez egy kissé veszélyes hajó, mivel ott az elején azok az ágyuk, azok nagyon gyorsan és nagyon messzire tudnak lőni, így próbálok majd kézzel is manőverezni a kis háromréteges páncélú fémkockámmal, bár nem hiszem, hogy... Igen, mindenki jött támadja, legyen olyan szíves. Tehát nem hiszem, hogy a három réteg páncélon bármi át tudna jönni, viszont sajnos középen lenne a materiál nulla, tehát nulla gyógyulási képességgel rendelkezek most. Mivel olyan szép, nagy, komótos hajók vannak itt, begyorsítom egy picit az eseményeket, pillanat. Majd szóljatok, hogyha zavar benneteket a dupla sebesség. Most tényleg a nagy hajók szép komótosan mozognak. Sajnos itt a C-menüben nem látom az ő százalékát, hogy mekkorán van, de én kellő messzességben mindenképpen. Persze meg lehetne csinálni az elejét valami pofásabbra, de már annyira be akartam hozni és ki akartam próbálni ezt a kis cuccost. Most nem nagyon törődtem a szépítgetéssel, fával leburkoltam kívülről. És ez ad neki egy bizonyos ilyen EMP védelmet. Na most az órára fölteszik egy ilyen muníció érzékelőt. Ugye kell egy komputer konnektor, azt hozzá kell kapcsolni Wi-Fi-vel a főkomputer hálózathoz. És akkor egy ilyen munition warnert az elejére, és most már érzékelni fogja automatán ennek köszönhetően a bejövő lövedékeket. És a kis lézervégződések automatán fognak lőni rá. Két biztosítékot rakok le még, mert az EMP-t szeretem is használni, meg félek is tőle, és tele van biztosítékkal általában minden hajó. És akkor így egy kis védelemszerűséget próbálok neki biztosítani. Reaktív páncél, ugye a robbanástól megsemmisül, de a robbanás hatását visszalöki. Ha megnézitek a hajótestemet, ezzel van kipárnázva mindenhol. Legalábbis ott, ahol ilyen védendő részek vannak, tehát hajtómű kivezetések, ágyúcső kivezetések, és így tovább. És úgy látom, ő is felvette a léghajóim régi szokását, magas hegyeknek akarnak neki repülni, hogy ott hagyják a nyomukat ebben a nether világban. Akkor most egy kicsit kézzel ráerősítek. Jobb pillanataimban egyébként kétkezes vagyok, úgyhogy amikor azt látjátok, hogy a hajót is mozgatom, meg a nézőpontot is, akkor ugye egyszerre kezelem a két billentyűszetet. Hát ilyenkor sajnos az egeret már nem tudom mimmel mozgatni, mert a egyéb kinövéseim nem képesek annyira megfelelő precíziós mozgatású markolásra. Ezt bocsássátok meg nekem, kérlek, ígérem, hogy kifejlesztem ezt a tudást is magamban. Na, ez az ugrógomb. Ilyenkor föl tud menni 400 méteren fölőre is, csak hát ott már annyira ritka sajnos a levegő, hogy a helikopterlapátok, meg a
normál sugárhajtóművek, azok olyan ritka levegőben már nem tudnak dolgozni, úgyhogy ugrik egyet a stratoszférába, aztán visszapottyan. Well, és hát egy teljes stratégiai térkép nézet messzeségből lövöm őt. Úgyhogy ezért talán bocsánatos bűn az, hogy nem teljesen mindig találják el rendesen a lövedékek. Viszont amit az előbb láttatok, az egy saját fejlesztésű advanced ágyú lövedék. Az elejében egy olyan hármas töltet van beszerelve, amilyen a kumulatív hatással megegyező dolgot produkál. Aki szereti a haditechnikát, az tudja, hogy ez mit jelent. Egy lökés hullámot gerjeszt a töltény komponens, és ez beállíthatod, hogy inkább egyenesen haladjon, vagy szétterjedjen. És úgy van beállítva, hogy először egyenesen halad, hogy behatoljon mélyre, utána szétterjed, közben még elcsattant egy kis EMP-t, ugye, mint említettem, a trademarkom. És ez egész jól ki tudja vinni a mesterséges intelligenciát. Viszont ezzel a mozgó bázissal az, hogy én így elkapcsoroljam a hajókat, annyira nem lehetséges, mert amíg a robotommal 3000 métert legyaloglok a vízen, kibernetikus Jézusként, hát nem hiszem, hogy addigra bármi is megmarad. Na és itt láttátok, hogy lő a tápos orrágyújával, de pont akkor térítette ki a graviton lövedék, tehát másfelé megy a cucc. És megint aggasztó közelségbe kerültem. Ez kicsit zavaró számomra, hogy a hajó mesterséges intelligencia kártyába be lehet állítani, hogy mondjuk így 1500 méteren körözzön az ellenség körül, hogyha teheti. És győzelem, felszívjuk az erőforrást, és hát nem túl sok ez a 10%. Ott még van két erőforrás, és előjött ismét a map probléma, hogy a hajó ott van, a tartózkodási hely köröm pedig teljesen máshol. Nem baj, felszívom a nyersanyagot, begyógyítom magam. Hoppá, új ellenség. Nem, hogyha nem tudom gyógyítani magam, akkor nem, 400 ezer materiált nem akarok elveszteni semmiképpen. Szerencsére nem jött hozzám közelebb, és én is gyorsabb vagyok nála, jó? Menj haza, menj haza, menj haza. Elnézést a kattingatásért, még a reggeli kávét fogyasztom a videó készítése közben. Oh yes! Békész, hazatérész. Nézzük a következő csata, milyen lesz. Na és fel is pattantam a kis repülőfajékem a multifunkciós komoly légy hátsó székébe, lepattanás, és indulhat. A remélhetőleg sikerrel kivitelezett Padalgán elfoglalás azért majd érdekelni fog engemet. Az, hogy milyen az ő kis ágyúja. Aha. Hát úgy látom, lefesteni nem tudom az ellenséget akarat ellenére. Pedig vicces lenne. És ott a korábbi foglalásból a kis nehezen eltalálható röptű bombázó, úgy látom, ki is vitte kisebbik hajat, úgyhogy számíthatok arra, hogy beszpannolódik ide. Igen. A kis prototípus Padalgán. Hogyan lőleg, bébi? Hoppá! Földobott a lapát. Na, hol lehet az ő mesterséges ígója? Kulturáltan lukat lövök a padlóba. Ó, és pont az AI-ba érkeztem meg. Hát de jó helyen van ez neked, baby. A robbanás nehogy engem is kivigyen. Yep. Kész. Enyém. Nagyon jó. Hazaviszem, lementem. Ah. És a ma esti sörözésről is megkaptam az üzenetet. Geniál. Azóta a békés építővilágban utánfejlesztettem egy kicsit én a farkas szemnézőt, úgyhogy mindjárt retrofitelem a új verzióra. Majdnem elveszett az összes minden, mert véletlenül rámentettem játék közben, talán még a videóban is látszott, amikor felszereltem azt az órérzékelőt.
de szerencsére a fájlok között volt backupja az előző verziónak, úgyhogy megmenekült, és mindjárt meglátjátok, milyen módosításokat, illetve fejlesztéseket eszközöltem rá. Ugyanezt megcsináltam a kis, hogy hívják ezt, űrállomásommal, onnan pedig a rakétáknak raktam be egy kicsit az, hogy az elején már ráforduljanak a célpontra, ne csak szabad esésbe menjenek, mert így az űrállomás alatt, tehát elvileg az én területemen volt egy csomó éles, mágneses akna lebegő rakéta, megsínlette volna többi egység, hogyha más egység is lett volna bent, mint repülők, tehát amik ott maradnak. Na és itt van a kis módosítás, amint látjátok, a négy csücskére négy ilyen kis pici graviton légvédelmi ágyút raktam. Ezek a közéli egységeket vannak hivatva jobban leszedni, gyorsan végigkukkolgattam az ágyú csöveket, itt ki lehet pauzolni, hogyha valakit érdekelnek az ágyúk értékei. Ez ugye a nagy graviton ágyú, ami messzebbre hat, amit láthatok, hogy lögdösi a Padawan prototype-ot. Ők pedig inkább kis légi egységekre vannak hivatottak lecsapkodni őket az égből, hogy beleessenek a vízbe, és ott már várja őket a halál. Nagyon szépen sikerült kiegyensúlyozni, így kikapcsolt motorra pont a vízszínén lebeg, ami nekem meglehetősen tetszik. Sőt, szerintem kapni fog egy ilyen kis gumírozott leszálló talpat, és akkor szárazföldre is le tudom őt tenni. Na, gyűjjön az a nyersanyag, gyűjjön az ellenség, meg miért nincs fönt a levegőben a űrállomás. Nem baj, utána állítom, azon nem újjék. Na és itt van a népek hozzám való viszonya, hoppá, ők már majd meg fognak engem támadni lassan. Viszont nagyon jó, mert pont azok kezdenek hozzám jobban állni, akiket nem is szeretnék annyira megtámadni, mert szimpatikus a filozófiájuk. És hát itt látszik persze, hogy mennyire és hogy működik megint ez a dolog. Tehát inkább kéz irányítással kéne mennem szerintem, mint bárhogy másképp. Elindultam vele keletre. Azt kell, hogy mondjam, hogy iszonyú mértékben zabálja az üzemanyagot. Hát kérdéses, hogy eljutok-e oda. Hoppá, és átléptem a másik kockába. Támadás. Igen. Na érdekes, most nem engedi arrébb tenni. Pedig azt is írja egyébként, hogy a csata felkészítésből ugye lerakhatom a bábúimat. Na mindegy, ezt úgyse szoktam használni. Inkább megérkezek, ahova megérkezek, kicsit idézőjel realisztikusabban, idézőjel bezárva. Jó, és teljes mértékben mögöttem van az ellenség, ami maximum annyiban rossz, hogy hátul van a lőszertárolóm. És úgy látom, meg is csapkodott egy pár repesszel, de hát a három réteg páncélnak nem igazán árt. Csata közben még erősebben zabálja a materiált. Hát igen, ez nem egy Big Reactors. Szó se róla, a Big Reactors az azért eléggé szép Minecraft mód. És a Nuclear Craft, amit most találtunk, az talán még jobb. De itt talán egy kicsit többféle egymásra hatás van. Aztán néha persze értetlenül állok előtte. Na, mit csinál az egységem? Repül a hegynek, nem baj, remélem megúszza. És az első már ki is lett lőve. Azt hiszem ez volt az idegesítő kis repülőmókus. Jajj, de jó! Na, ugróhajtómű, valami. Ne essünk pánikba. Lényeg az, hogy ne essünk pánikba. Szerintem... Jaj, nem tudom kikapcsolni kombatról, tehát folyton kell irányítanom. Na, ugróhajtómű, agy, jó. Jaj, de nagyszerű. Ja, persze, előre van egy kicsit dőlve. És most agresszívan megtámadta a hegyet. Ja, azért látszott úgy, mintha a hegyek folyamatosan magasabbak és magasabbak lettek volna, de azért innét én kimennék. Ilyen laza jobb kanyarral, miért kell neked mindig a legnagyobb hegyeket megtalálni? És ha már be lehet állítani, hogy mi a minimum igényed, hogy mennyivel maradj a terep fölött, akkor miért nem csinálod azt?
De nem baj. Nem játszanék fel, hogyha nem lenne élvezhető. Időnként tartok szüneteket benne, mert mondjuk morcos leszek valami miatt. Az a gáz, hogy utána mindig rájövök, hogy én építettem föl valamit rosszul vagy össze. És akkor egy szép nagy kilométeres óriás kanyarral visszakanyarodunk az ellenségre. Egyébként, hogyha benn lennétek a kampányba, akkor ti is tudnátok így ugrálni a hajón, lőni a fegyverrel, oda menni az ellenségre, és így tovább. Lehet, hogy nem lenne butasság, volt az a bombázógép, az a kis fából készült, amit láttatok, amikor a Padagan prototype-ot foglaltam el. Hát lehet, hogy egy olyat kéne legyártani, és akkor fölé repülni az ellenségnek, de olyan icipici egységek támadnak még meg egyelőre, hogy szinte befoglalni is érdemes őket, mert ugye, hogy most 4000-et kapok, vagy 400-at materiából, nem igazán van különbség. Na, sikerült a nagy kanyart megcsinálni, most éppen a másik hegynek akarnak kirepülni, jó? Mondjuk ne repülj neki, mit szólsz hozzá. Igen, tehát azért így használatban jönnek elő a konstrukciós hibák, túl sokat eszik, mert egy óriási vastömböt, aminek kívülről három réteg fém, belül mindenhol két réteg fém a páncélzata az elválasztó falaknál, iszonyatosan drága üzemanyagilag a levegőben tartani. De ekkora konstrukció lehet, hogy inkább hajóformában éri meg, mert ugye az fönnmarad a vízen, és a levegőben tartását nem kell sehogy se megoldani. Viszont a hajókat annyira nem szeretem, mert zátonyra futhatnak, érzékenyek a torpedókra. Ha csinálok valami úszót, akkor az már inkább tenger altjára, mert a víz azért véd jelentős mértékben. Lövedékeknek módosítja a pályáját. A rakéták azok nem tudnak igazán lejönni, hogyha nincsen ballasztjuk meg propellerjük. Ó, hát egy kis sorozatos találat eltüntette a közepét ennek a dicső hajónak. Meg is purhat, szépen visszamegyek fölnyalni a nyersanyagot. Aztán tovább keletre nyomulás! Na és meg is érkeztem a kelecsi csatorna végéhez. Itt kikapcsolom ezt a kis automatikát. Hogyha ellenséget érzékel, akkor kapcsoljon automatikusan csata módba. Mert ezt a bázist inkább megpróbálnám elfoglalni. Nagyon-nagyon-nagyon fogyatkozik a materiál, ahogy így jövök a stratégiai kockákon keresztül keletre. De se baj, hát remélhetőleg ez a bázis és a nyersanyagi megoldás jelentenek. Szépen leszállok a vízre. Azt nézzünk körül, hogy mi a helyzet. Hoppá, viszont hogyha vízen vagyok, akkor a stratégiai radar nem lát el elég messzire. Megoldás, fölugrok. A jét nyomom most éppen nagy erővel. És most, hogy elég magasan vagyok, remélhetőleg. Igen, most már rálátok és meg tudom kezdeni a csatát, kiváló. A stratégiai és a taktikai keresők egyébként szerencsére másképp működnek. No, és már próbál is lőni, mint állat. Én meg akkor valami nagyon üzemanyag takarékos módban megpróbálok közelebb csofadni hozzá. Addig csináljon egy pár bemutatkozó lövést, úgyis ott vannak a hegyen túl, tehát nem hiszem, hogy nagyon el fogom őket találni, mert a rakéták is úgy látom ott vándorolgatnak a hegyen, meg az ágyuk is nagyon abba próbálnak belecélozni. Tényleg ilyen kis chillbe próbálok inkább közelebb nyomulni. Ugye a lövedékek azok automatikusan termelnek, tehát nem raktam be azokat a gépeket, amik nagyon gyorsan termelnek lövedékanyagot materiálból, és le is vannak spanolva, hát házak, itt van valami fortress. Ezeket szerintem jó lesz behódítani, és igen, látszanak is ott a kis zöld bigyókon, hogy a lövedékek még nem érték el őket szerencsére. Na nézzük, hogy a vezetőiskolában tanultam volna, megpróbálok itt egy párhuzamos parkolást végrehajtani.
Nézzétek el, hogy nem teljes gőzzel megyek, de már nagyon-nagyon-nagyon kevés erőforrás van. És igaz, hogy az üzemanyag tartály hatalmas, de pont amiatt egyfolytában termel is bele. Na, ez itt egy olyan szép kis lapos táj. Megpróbálom ide lerámolni. Persze ugye leparkolni úgy illik, hogy orral kifelé. Egy veszély esetén vagy bankrabláskor azért az ember gyorsan el tudja hagyni a környéket. Úgyhogy most én is orral kifelé fogom lepakolni, oda megyek és ilyen netán beszpannol valami, ami nagyon lőne. Csak bekattintom a Combat AI-t és ő már is gond nélkül fölröppen, anélkül, hogy neki repülne annak a hegyhátnak, ami ott kicsit beljebb található. Gondolom persze helyett a szembe levő hegynek repül neki, de ne parázzuk már végig az életet, biztos sikerülni fog. És ott van egyébként a hajó alján, ahogy látjátok, az ígért kis gumírozott csirkeláb. Úgyhogy szépen megpróbok letorpadni, mint egy légi babajaga. Igen, valami vízszintesebb terep jó lenne. Bár ugye a helikopter lapátok azok függőlegesben tartják őt továbbra is. Na nézzük, így kell leszállni, srácok, Space Engineers-ben. Óvatosan, és akkor nem veritek oda a hajót. Ez ráadásul egy, nem tudom, 2500 bruttó regisztertonna súlyú fém tömb. Hát nyilván őt egy kicsit nehezebb letenni. Na, a seggét veri oda, vagy az oldalát veri oda. Túl nagy a sebesség, vagy nem. Elvileg ezek a gumiblokkok nem sérülnek, és nem sérülnek. És a kis nevetséges csirkeláb megtartja a brutyóhajót. Ez ugye még energiafogyasztást azt is felnyomja, hogy mivel érzékel ellenséget, ezért bekapcsolta az összes pajzsot. Nos, úgy szépen a kis kiejtőn kijövök, és nekivágok, amit ugye nem veszek föl, hogy ne unatkozzatok. Na és sikerült is, nem maradtatok le semmiről, csak hogy kopár terepen megyek előre. Külső nézetben már meg is találtam, szerencsére nem nagy épület az AI-t. Úgyhogy most azt próbálom itt kiszedni, remélvén, hogy a gránátvető az esetleg több blokkot sebez egyszerre. De hát igazándiból mind a golyószóró, mind a gránátvető lassú, ami hoppá, tényleg unalmas is lett volna. Úgyhogy csinálsz egy hajót, és abban annyira könnyű behatolni. Nézzük. Hát ha másik fajta gránát, a tapadós az jobb. Úgy. Ezek nem robbannak föl egymástól. Mondjuk ez jó lehet közeli AI rombolás, hogy rálövöm és aztán elhúzom a belemet. Jó. Jó, még. Vigyázni kell, mert vannak ilyen direkt player counter NPC-k, amit ugye szintén beépíthetsz a hajódba. Ezek eléggé genyó és ügyes ilyen. Ki is vettem, megadta magát, hogy megmaradjon az erőforrás szétnelőjék csata közben. Vagy ugye benhagyhattam volna a csatába. Hoppá, és ez elkezdett rám lőni. Az nem jó. Kombat. Mégse kombat. Remetőleg lelövi a lézer a lövedékeket akkor is, hogyha ki van kapcsolva az AI. Meglátom, el van mentve, most minek parázzam szét magam. Na ebben hol lehet az AI? Na ez tele van robottal, az AI meg itt van. Ott meggyalogolnak a kis rakétáim. És ezek a kis vacak robotok, ezek annyira effektíven le tudnak téged vadászni. Ha nem sérült a hajóm, azt néztem. Hoppá, jön is egy! Jaj! Még a stráfolás se segít annyira, de lelőttem. Okés. Hát a sérülést ez a látási probléma jelzi. Na, ott van még egy basszus. Hát nem igaz. Hányan vannak ezek? Fölmászni nem tudok, de... barátságosan ki tudom lőni ezeket az ablakokat, és elkapott segbetekercselt, megmukorodtam. Nem fogjátok kitalálni, mi jön most. Megint oda megyek. De most már lehet, hogy vele, mert azért úgy láttam, hogy egy pár lövés betalálta. És nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés.
és erőforrás van már csak. Na, azért tudok én gyorsan menni, hogyha akarok. Ha valamiből éppen gyűjti az erőforrást a környékről, valószínűleg, hogy sebzem az ellenséget. Látni lehetné, hogy jön ilyen kis zöld effekt a hajón felé lassan. Mint hogy ilyen fénypontok áramlanának. Na, az az, amikor szívja fel a elpusztított egységek erőforrásait. Na, és akkor emeltek most már goodbye-t mondhatunk neki. Jó. Pihenj itt le, ne használd annyira fölöslegesen a nem létező erőforrást. És azért az üzemanyag is elég rendesen fogy. Igen. Az olyan, hogy a F11 a pauza játékba is, meg a videóba is, úgyhogy így tudok ilyen nagyokat teleportálni. És akkor próbáljuk meg ezt a robotot lesznájpolni kézi irányítással. Ne lőjön már engem ki mindig. Ops. Goodbye robot. Majd ezt a sniper ágyút valószínűleg egy külön slotra kéne raknom. Mert így ugye hiába lövök egyet a sniper ágyúval, a rakéta is kijön, meg minden egyéb brutyolmány. És akkor is kicsit ráközelítek és befoglalom. Aztán meglátom, erőforrás függő lesz az a téma, hogy tovább haladok ezzel keretre, vagy inkább hazahúzom a belem, és egy energiatakarékosabb, hopp, lepattant a páncélról egy lövedék. Na, ezért jó. Tehát, na, menjünk szépen sorba. Tehát attól függ, hogy tovább megyek-e vele keletre, hogy itt mennyi erőforrás tudok benyalni, mert hogyha kevés, akkor nem igazán fogok tudni odaérni. A páncél, amiről meg lepattant az előbb a lövedék, tehát számolja azt, hogy hány réteg, milyen anyagot raksz egymásra, különböző szempontokból, ugye a videó eleje felé említett lökés hullámos robbanófej, vagy bocsánat, elnézést kell kérnem, van egy külön kumulatív robbanófej, ami ilyen szuperforró plazma anyagot lő bele kúposan az ellenségbe, és akkor lehet kísérletezni. Például volt olyan, hogy összeraktam egy platformot, egyik végén volt egy megépített fal különböző páncélokból, a másik oldalt meg egy ágyú, és akkor így variáltam, hogy mivel lődözgetek a saját falamról, hogy lássam, hogy milyen az áthatoló érték. Ide raktam egy kis teleportot, ki tudjak teleportálni a tetejére, és mivel sokan panaszkodtatok az előbb, hogy nem mutattam meg a teljes odagyaloglást, és lehet, hogy cheateltem és teleportáltam, ezért most megmutatom, hogy ilyen izgalmas az, amikor az ember oda megy. Persze szerencsére így utólag kétszeres gyorsításban talán egy kicsit jobban néz ki. Ahogy tudok szaladni. Na. Itt nincs ellenség, és a lámpa alatt van az AI. Hát őt szerintem meg tudom szerezni így materiából. Brum bum 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 bum. Hopp! Szép nagy a fegyverem hátulja, ezt most így megnéztem, nem tudom miért. És akkor itt erőszakos behatolást fogok tenni, és nem csak, hogy kirapoljuk a házat, de konkrétan a házat lopjuk el. Odaváljuk egy kis lépcsőt. Ó, még ott is van egy perelme. Igen, egyből beugrottam a házba, de én a tetére szeretnék. Na mindegy. Hol is volt itt, vagy a lámpa alatt? Nem itt. Ott se. Ott van. Még nem az enyém. Nézzük a másik lámpát. Indeed. Enyém, menekülj ki, ne védj részt a csatában, jöhet a következő. Azt szerintem, srácok, mára ennyit. Ó, itt van benne egy ellenség. Megpróbálom kiszedni, és legközelebb visszatérek, ugyanis én azóta már csináltam egy új konstrukciót, egy nagyon takarékos, sokkal kisebb sniper hajót. Hopp, megint leszedett.
és azzal fogok inkább keletre menni, nem pedig ezzel a nagyon energiaigényesen, mert ami erőforrás szerzek, annak a kétszeresét használja el. Szép napot, sziasztok, kösz, hogy megnéztétek, és a többit.